A szabályokról is beszéljünk egy picit. Szerintetek az életnek nagyon bonyolult szabályai vannak, vagy nagyon egyszerű szabályai vannak ennek az életnevezetű játéknak? Tessék? Egyszerűek. Akkor most én kérdezek, mi a fenének bonyolítjátok el? Na? Nézzük meg, hogy a játék, ugye vannak olyan játékok, ahol az elején végül is a lényeges kincseket megkapjuk, a legfontosabb eszközöket megkapjuk, ami a játék egészében kelleni fog, és legfeljebb még csak tovább fejlődik az az eszközünk, de alapvetően velünk marad mindig, és hogy annak már ott az elején például ezeknek az eszközöknek és a használatának vannak-e szabályrendszerei, mert ha ilyen van, akkor azt lehet érdemes észben tartani és figyelni rá. Na nézzük, vannak-e ilyen eszközeink már a játék elején, amihez, amint megkaptuk, egyből tartoznak szabályok. Olyan szabályok, aminél nem kell elmenjünk mondjuk Piroska néni természetgyógyászhoz, meg kineziológushoz, meg nem tudom én micsoda, hanem azonnali a jelzés, hogy mit kell csinálni, meg mit kell nem. Na van-e ilyen eszközünk már a legelején a játéknak? Van-e ilyen eszközünk, aminek megvannak a saját szabályai az elejétől kezdve, és arra úgy odafigyelünk, hogy nem is kell odafigyelni, mert ő csinálja magától, jelzi, és megy magától. Hogy... Szobatisztaság az hány hónapos korunkban alakul ki, nem tudom, hogy hány éves, amikor már rá tudunk ülni a bilire, meg addig pelenkával mászkálunk. Egyébként persze ez is benne van. De egy ilyen alapszabály, ami az elejétől megvan, és amihez ez tartozik. Na, még az a rendszer, amit megkapunk, a legnagyobb kincs. Amit jó, ha nem veszítünk el, mert akkor játszunk újra. Tessék? A test! A test és a test életben tartása. Mi kell a test életben tartásától? Onnantól kezdve, hogy fény, oá. Levegőt kell venni. Azonnal automatikus. Kasi, pisi, pú. Ez is kell, de az már azután jön, hogy táplálkozunk. Kettő levegőt veszünk. Bármilyen levegőt vehetünk? Tessék? Ki cigarettázik? Anya. Hanyadik generációból kaptam én. Akkor megkérdezem én, mi a fenének szívod? Nem így születtél, hogy mama egyből berakta kislányom. Itt, ebben a játéktérben. Ez a tuti. Oké, és egyből más szinte sikítoztunk az örömtől. Oh! Igaz? Nem ezzel kezdtük, hanem levegőt, még többet. És ki a lehető legfrissebb levegőre, igaz? Tehát mindenki megkapta. Oké, egyből. Úgy megkaptuk a szabályt, hogy nem lehetett elvétni, és nem tudjuk mai napig elvétni, mert ugye tartsd vissza a levegődet. Nem tudom én meddig, próbáld meg. A másik ugye, hogy kaja. Oké, kajálni kell. Na most, az életetek első, ha jól csinálta anyuka, első mondjuk 2 évében, erre aki lendő anyuka, vagy most anyuka, jó, odafigyel, az első 2 évben oda tudjuk adni a kisbabának az egyik legtisztább élelmet. Mi az? Akkor miért nem szoptatsz? Kérdezem én azokat az anyukákat, akik mellük szépségének, feszességének megtartása érdekében azt mondják, hogy oké, van akinek nincs, tegyük fel. Akkor azt is meg kell nézni, nem-e valami pszichés dolog. Most nem menjünk bele ilyen dolgokba, mert ez már más terület, erről majd életmód egyebek formájában beszélgetettek, Erika is majd mesél, nem pont ezekről, de hogy életmód szemszögéből a feleségem, párom, igazából teljességem, ugye, ahogy szoktam mondani, mert őneki lesz ez igazából a témája, hogy miután már kibomlanak ezek a dolgok, ezekben vannak még részletgazdagabb, úgymond egyetemes szabályok, amiket a tapasztalatokkal megélve ti is nem is az, hogy megtanulhattok, hanem rájöhettek ezekre a még finomabb szabályokra, de ezek a finomabb szabályok mind ebben az eszenciális, úgymond egyetemes szabályokban rejlenek, amit már az elejétől kezdve nem tudunk, úgymond, hogy mondjam nektek, nem is azt mondom, hogy elvétni, mert elvétni lehet, mert hiába tudtam 10 évig, hogy levegőt kell szívni, 11 évesen meg már mégis cigezik. Na akkor mi? Értitek?
Szóval a lényeg az, hogy tehát vannak ilyenek, amik eszenciálisak. A másik pedig a kaja. Na, megbeszéltük, hogyha jól csinált anyuka, akkor kaptátok életetekbe az eddigi legtökéletesebb élelmiszert. Azóta csak junk foodon vagytok. Bármit esztek. Igazából. Mert már máshonnan származik. Na most erre megint vannak hátrahagyott nagyon jó úgymond tudásanyagok, hogy hogyan lehet úgymond a táplálkozásban is a tisztában maradni. Na most erre megint van egy nagyon érdekes összetevője, hogy a gyerekkorban hányan éltétek azt meg, hogy anyuka vagy nagymama lepakolt elétek a nagy tál, nem tudom mit. Köszönöm, nem kérem. Igaz? Hányan éltétek meg ezt? Utána anyuka azt mondja, hogy megeszed, mert nem nősz nagyra. Bejött az első program, ugye? Most jöhet megint, ugye, amiket már itt hallottatok. És akkor még addig átoljuk. Másnap már megint mondják, megeszed, mert nem nősz nagyra, és akkor elkezded enni, elkezdesz rosszul lenni. Tehát elkezdted érezni, hogy miért érezted azt, hogy köszönöm, nem kérem. Ezt hogyan tehettem be? Ki tehette meg ezt? Mi működött akkor bennem, ami ezt meg tudta csinálni? Hát mi? Úgy néz ki, hogy ez a kütyű, és ezt a tudomány most kezdi el felfedezni, ez egy olyan hihetetlen precíziós műszert kaptatok, amiben ezek az átöröklött túlélési tényezők, amiket Szilvi is mesélt, ezek a jéghegy csúcsai, mert az egész univerzum teljes életben maradási törvényének teljes tárháza oda van belerakva a fiziológiátokba, a DNS-be és a DNS-t körülvevő olyan sokdimenziós energiahalmazba, amiről én tudok nektek beszélni, a többiek még nem, már még a fizikusok majd csak ezt most kezdik el kiméricskélni. Ugye hallottatok Gárjevről, hogy a Gárjev ezt kezdte el kimérni, ezt a fantom DNS-t. Én ezt a saját szememmel is láttam az egyik kísérleténél, amikor itt volt nálunk Magyarországon. A workshopon ezt ő nekünk megmutatta. Tehát hozott egy ilyen kis tégelyt, már nem kellett neki a lézer, speciális nyilván szobát kellett, le kellett sötétíteni meg minden, és megmutatta, tehát hogy azon a DNS elemen, nem is tudom már mi volt az, és ott lehetett látni a térbe. Szó szerint egy ilyen, mint egy ilyen hologram kivetített ott valamit. Oké? Most nyilván nem mondom azt, hogy ezt otthon is megismételtétek ezt a kísérletet, mert ezt ő akkor ott a saját eszközével nekünk megmutatta, tehát hogy ez már ennyire ilyen. De nyilván akkor valós nektek is majd hülyet látok. Tehát a lényeg az, hogy tehát már arról is, amiről eddig azt gondoltuk, hogy csak egy ilyen biokémiai molekula, kiderül, hogy nagyon is kapcsolatban van egy ilyen, ezzel a sokdimenziós valósággal, az életnek ezzel a mélységi szövevényhálózatával, amiről mondom, a fizika még csak most kezd egyáltalán beletekinteni, és ott is csak a matematika révén, tehát kísérletek még majd csak most kezdenek lenni. Illetve hát van egy-két ilyen tudós, aki ugye a maga megvilágosodottságával elment már a tudományban oda, hogy ilyeneket már el is kezdett tudni használni. És a lényeg, hogy ő nála is már ez jelentkezett, hogyha ennek a rendszernek miközben bontja ki magát, mert valójában az a, mit tudom én, 18 év, az csak arra kell, hogy ez a fiziológia, az így össze volt csomagolva, oké? Mikor megszülettetek, és azóta, most már nálatok ez bekövetkezett, itt van egy pár gyerek még, akinek ez zajlik, utána csak ennyi történt, mutatom, figyeljetek. Oké? Tehát mikor össze van hajtogat valami, és ott van már minden, már az indulásnál is, és kihajtogatja magát, hogy készen álljon a játékra. Oké? És ugye van egy idő, pár év, amire kihajtogatja magát. Oké? Ez van akinek 18 év, van akinek még be se fejeződött, nem rátok mutatok, jó? Tehát azóta is csak csomagolja magát, ezek ott a Blaha Lujza tér környékén szoktak futkározni. Elnézést kérek a tévénézőktől. És van, akinek meg kirúgja magát, lehet, hogy már 8-7 évesen. És hát ugye azok a furi figurák az életünkben, hogy kik ezek, akik már 8-7 évesen olyan dolgokat tudnak, meg olyan dolgokkal rendelkeznek, meg a képességek. Tehát a fiziológia kirúgta magát akár ilyen gyorsan. Tehát igazából ez a gépezet addig is széthajtogatja magán, és a gépezet működtetése, önműködtetésének a szabályrendszerei már ott vannak benne, oké?
Most mondok egy nagyon fontos mondatot ehhez. Köszöni szépen, nem kér semmit. Mit jelent ez? Oké? Tehát neki benne van minden, hogy mi kell neki, jó? Tehát csak hagyjátok. Csak hagyjátok tenni a dolgát. És gyerekkorotok kezdve mit kellett ehhez, hogy hagyjátok tenni a dolgát, amíg rutta ki magát? Tehát mit kell csinálni a testünkkel azon kívül, hogy etettük, amit mondtatok, ittunk, levegőt veszünk, 24 órában mit kell vele csinálni? Megyünk, tapasztalunk, a gép aktivizálja az éppen már kibomlott dolgait, utána mit csinál? Mikor rögzít? Alvás. Alvás. Gyerekkorban mikor aludtunk? Hány órakor? Hallgatom. Amikor köpött a maci, igen, amikor már fel tudtuk fogni, grug-grug-grug, az hány órakor volt az átkosba? 4-8 kor volt. 4-8. Az úttörő mozgalomban még tudtok valamit? Most a nagy kapitalizmusban kezdjük elfelejteni. Oké, grú-grú-grú. És megyünk aludni. És még úgy 4-5 éves korig ugye a gyerek mit csinál? Úgy 9-10 óra körül, bármi van. Kész. Hiába mondod neki, hogy 10 órától kezdődik a trónok harca. 12 órától a hatos csatornán a gyíkemberekről beszélnek. Kit érdekel? Egyből jelez a rendszer, püf, és ment aludni. Mennyit aludt? Mennyit alszik egy gyerek? Amennyi jól esik. Általában igen, 13 óra kell neki. Na, kérdem én, az itt ülők közül hányan követitek ma is ezt? Ott hátul látom, neki holnap ott is van, nekik holnap valami jutalmat kérek majd. Több kaja, vagy nem tudom, mit engednek a szervező. 10 óra van, és még itt vannak. Tudom, tehát most én fogom a szabályt megszegni, de ugye van egy engedmény, ugye a védikus hagyományban, ugye az ajurvédában azt mondják, hogy legidálisabb 10-ig, de ha olyan emberrel vagytok, akkor 10:30-ig el lehet vinni. Most tegyük fel, hogy olyan emberekkel vagyunk, tehát most 10:30-ig mindjárt befejezem, jó? Mert a legfontosabb szabályt igazából tehát az életjátékban az elején megkaptuk, oké? Az élet igazából, amikor elkezdjük a játékot játszani, egy másik nagyon fontos dologról szól. Végig ugye azt tapasztaljuk, hogy van fejlődés, tehát bomlik ki a rendszer, egyre többet tudunk tapasztalni, egyre átfogóbban, újabb ajándékokat kap az ember, elkezd működni a tudatosságnak olyan eleme, ami még az elején nem annyira működött, megnyílik az értelmünk egyebek, tehát a tudatosságban is a lehetőségek, hogy miről és hogy vagyunk tudatosak, növekszenek. Egy picit begyorsítok, hogy ugye akkor a szabályt tudjuk tartani, amit most csak kibács, ugye felhívta rá a figyelmet, mert éppen az előbb én is elmondtam. De a lényeg, hogy a kütyű működtetéséhez, hogy egészségesen és azt a maximális potenciáltát és a fejlődés erejét ki tudja használni, tehát az elején megkaptuk, és az elején még ösztönösen követtük is, meg se kérdőjelezi senki, és utána viszont olyan tudatosság növekszik, és állítólag ez a szabad akarat, ami vagy van, vagy nincs. Ugye ott viszont már akár az első eltérések elkezdődhetnek ezektől a legfontosabb alapszabályoktól úgy, hogy igazából nem is vagyunk biztosak, és nem tudjuk biztosan, hogy felnőttként már megtehetjük-e ezt, például, hogy nem akkor alszunk, amikor a gyerekkorunkban aludtunk, tehát hogy legkésőbb 10 óráig ugye aludjunk. Most a jó hír az, hogyha nekem nem hisztek, hogy ez fontos betartani, és akkor még nem csináltunk semmit, nem léptünk semmilyen útra, nem kezdtünk el meditálni semmit, csak ennyi, hogy tartsuk azt, amit már a életnevezőítő játék legelején a játékosunkkal, mint szabályrendszert megkapunk, hogy mit követünk, úgy, hogy az éljük. Tehát nagyon fontos, hogy nézzetek meg, hogy ez a törvény is, tehát nem úgy kaptuk, hogy valakik a kezünkbe adták, el kell olvasni, mint egy útmutató egy géphez, hanem a
képezet, ez a testünk létezésével jelentkezik a szabály, amit követni kell. Tehát a létezésben van még a szabályrendszer is. Tehát a gyerek nem gondolkozik ilyenek, hogy aludjak, ne aludjak. Jó-e aludni, vagy nem jó aludni. És a többi. Egyszer, mikor jön az, alszik. Mikor meg föl kell kelni, föl kell. És ugye valóban, ahogy itt mondtátok többen, tehát az alvás nagyon sok mindenről szól, ez egy külön beszélgetés lehetne, de már most erre nagyon sok jó könyv megjelent egyébként, és aki nem hisz nekem, tehát fontos, hogy megnézzétek, és most például itt a Covid alatt is az immunrendszer toppon tartása szemszögéből most nagyon-nagyon előjött, és most ebben nem megyünk bele, hogy volt Covid, nem volt Covid, mi ez, meg vírus, meg egyebek, ezt majd mikor jazzelünk Jaki bácsival, majd ezt átbeszélhetjük, úgy, hogy le is tudjuk játszani majd a videót a YouTube-on, tehát úgy fogjuk átbeszélni, hogy mi a valós, mi nem. De a lényeg, hogy már itt is elmondták, és ez most nem csak erre a helyzetre igaz, hanem általánosan, hogy akinek nincs helyén a napi rutinja, helyre kell tenni a napi rutin. És abban az egyik legfontosabb, időben lefeküdni és megfelelő mennyiségűt aludni, de erről majd Erika is fog nektek mesélni a helyes, ideális, inkább nem is helyes, ideális napi rutin, amit ha lehet, kövessünk. És abban tehát az alvás, ez egy sarkalatos pont, mert igazából nagyon érdekes, tehát a tapasztalatok, amiket napközben a tudatosságnak egy bizonyos állapotában, hogy ezt hívjuk ébeltudatnak, megéltetek, az úgymond megemésztése, feldolgozása, ami nagyon fontos, és amiről hallottatok Szilviáról, nem tudom, hogy később hogy beszélt erről, vagy hogy nem, tehát az a feldolgozási szakasz nem csak a megbeszéléskor zajlik, hanem az alvás, az álmodás, és azon belül pedig majd a mély alvás szakaszba, ahol igazából mély alvásban ti nem vesztitek el a tudatotokat, a tudat akkor az egyik legfontosabb dimenzionális tartományában van, de azt csak már azok fogják tudni megélni, hogy mi is történik például a mély alvásban, akik majd elkezdenek meditálni, és a meditációval a tudatosságnak abban a valós állapotában is betérnek, ami túl van ezen a hármon, és ugye megélhetik, hogy a mély alvásban igazából csak az elme és az idegrendszer bizonyos funkciói pihennek, de a tudat az nem alszik, mert a tudat, ha el tud aludni, akkor már nem fog tudni felébredni. És akkor már nem tudat. Tehát ezért a tudat a saját természete miatt, mivel mindig éber, ez az alaptermészete, tehát nem tud elaludni. Tehát amikor alszunk mély alvásban, biztos, hogy nem a tudat alszik. Oké? De ezt már csak akkor fogják tudni megélni, hogy ki alszik, amikor azt a tudatosságot elkezditek élni, ami tényleg nem alszik soha. Tehát igazából az alvás az az elmének az állapotai, nem a tudatnak az állapotai. Az elme pedig a test állapotai, amivel megszínezi ugye az őt átható tudatosságot. És ilyen értemben tehát valóban a test alszik, a test belát ezeken az állapotokon, és ezek nagyon fontosak, és nem véletlen, hogy a 24 órából csak egy harmadot töltünk azzal, ahol élünk, és kétharmad meg valahol máshol zajlik. És annak fontos időt kell szentelni. És az álmodás például ez egy nagyon fontos feldolgozási, emésztési szakasz. És tehát ezeket a szabályokat megkaptuk, és akkor csak most nézzetek vissza, hogy hányan tartjátok be teljesen ártatlanul, ösztönösen élve, és nem írtátok felül valami jó filozófiával. Miért nem alszok én? Mert én bagoly típus vagyok, meg hallok ilyen mindenféle sztorikat, ugye, mikor jönnek meditálni is hozzánk, és elmondjuk a meditálóknak, hogy azon, hogy meditálsz, teszt helyre a napi rutinodat, aludni is kell. De hát én bagoly típus vagyok. Most az meg mi? Hát mondom, amikor most látnézek, én ember típusnak látlak. Tehát mi az, hogy bagoly típus? Mondom, az erdőben szoktam látni ezt a füles uhu-uhu nevezetű üzét, ami a bagoly, de mondom, amikor rád nézek, akkor egy embert látok, tehát akkor hogy lehetsz a bagoly típus? Hát az a bagoly típus, akinek nem kell aludni éjszaka, ő sokáig fent tud lenni, és majd inkább napközben alszik. Csak kérdés, hogy tud-e napközben aludni, ugye? Már ugye azoknak tényleg kell napközben aludni. Csak hogyha olyan a munkahelyet be kell érni 8 órára, és bagoly típus, akkor ugye 8 óra, akkor fókamászásba megyünk be a munkahelyre. És a munkahelyen körülbelül így dolgozunk. Igen? Meg van a pacsírta típus, meg mit tudom érdekel, az is érdekel. Még az még jobb, az legalább szépen dalol a pacsírta. Mert az viszont tényleg korán fekszik, csak az viszont korán kell.
De egyébként most ebben nem megyek bele, mert ugye most az alváskutatás az már kijött, hogy ez csak valóban egy genetikai örökség, aminek nem kellene működni, de működévé tehetjük, mert az őseinknél még voltak ilyen fontos tényezők, hogy valakiknek éjszaka ébernek kellett egy kicsit lenni, hogy vigyázzanak a többiekre, de most, amikor már mások vigyáznak rátok, a házba, már idézőjelben most úgy gondolom, hogy vannak most már ilyen kütyüjeink, amik figyelnek helyettünk is éjszaka, akkor nektek már nem kell megint feltétlenül ezt követni, hogy én éjszaka fenn vagyok és jót állok a többiekért. Oké, okay. És akkor ezek a génállományok egyébként, tehát nehogy úgy vegyétek, hogy ezeket egyből aktívan kapjuk, például amiket átöröklünk transzgenerációsan is, tehát ezek nem aktívak. Egyik sem. Ezek aktivizálódnak, ha én az élmények sorozatában belemegyek, nem egyszer, egyszer, ha belementek, nem fog történni semmi. Többször abba a ciklusba, ami aktivizál egy olyan emléket, egy olyan nyomot a genetikából, ami nem feltétlenül az enyém, de ami az őseimnek ez ott volt, hogy képességként előjöhet, és éjszaka mondjuk fent tudok maradni. Oké? Okay. De ha most nincs szükség éjszaka fennmaradni, akkor mi a fenének maradsz fent éjszaka? Meg genetikailag viszont azon bennünk is egy olyan idegrendszert épített fel, és abba beépített egy olyan GPS-t, a talamusznak hívják, ami folyamatosan érzékeli a napot akkor is, amikor ti nem érzékelitek, és tökéletesen tudja a pozícióját, és ez a talamusz nevezetű rendszer szabályozza a éberállom mélyalvási ciklusaitokat, és amikor a nap megy lefelé, és lebukott, és elért egy bizonyos szöget már lent, akkor ő szépen elindítja a szerotonin, meg a tobozmirigyel, a melatonin termelést, mert nincs külső fény, és már jön az alvás magától. Tehát ezek automatikus folyamatok. Tudatos folyamatok, tehát meg lehet élni tudatosan, hogy ez történik, és akkor sosem fogtok ellentmondani, hogy mennem kell aludni, mert érzem, hogy mennem kell aludni. De ha nem érzem, akkor is bekapcsolja, eltesz benneteket aludni. Tehát igazából ezeket a szabályrendszereket, ami a legfontosabbak, az életnevezetű játékban már az elején megkapjátok ajándékba, és a legfontosabbat meg, ami az egészhez kell, még akkor is, hogyha még nem tapasztaljátok, nem tudjátok ezt, hogy az élet egy játék, de amivel majd ezt felfoghatjátok, hogy az élet egy játék, meg a létezés létezik, vagyok, azt meg már az elejétől megkapjátok, és nem vagytok mások az elejétől, csak az. Na mi ez az eszköz? Mi ez? Az már a testtel jön. Az is. A lét, de a létet, honnan tudom, hogy létezem, mivel tudom? Azt Descartes mondta, jó nagyot tévedett. Gondolkodom, tehát vagyok, mert ugye még nem tudott meditálni, és nem éltem meg, hogy a tudat úgy is tud tudatos lenni, hogy nem gondolkodik. Csak tudatos vagyok, mert vagyok. Tehát a tudatossággal a lélek, az alapvetően a tudatosság. Tehát a tudatosság és a létezés érzete, és a létezés érzés az egy ilyen minden zsigerünket átjáró valami, még akkor is, hogyha a figyelem miatt ilyen koncentráltnak érezzük, de az csak a figyelem, a tudatnak már egy eszköze. A tudat a maga természetében csak egy tiszta létezés, érzet, és ennek köszönhetőnek érzem egyáltalán azt is, hogy van figurám, tehát a testem létezésének a tapasztalata és a tudatossággal jön. Tehát ahol nincs tudatosság, ott nincs létezés. Tehát arról nem tudunk. Csak ott van létezés, ahol van tudatosság. Ahol van tudatosság, ott lesz létezés, tapasztalat. Tehát bárhol, ahol létezőt láttok, az azt jelenti, hogy az tudatos. És a létezésével kifejezi a tudatosságát, és a tudatosságával fejezi ki a létezését. Ez itt létezik? Ez. Akkor miért? Tudatosság. Nyilván nem emberi tudatosság, tehát ez nagyon fontos, ez itt kancsó tudatosság. Vagy köcsög. Oké, okay, ez meg csengő. Ez meg itt abrosz tudatosság. De mivel fejezi ki, hogy biztos, hogy tudatosság? Létezik. A létezésével sugározza szét, azzal átadja, és a tudatosság gombbal én magam is, amivel én is a saját létezésemet kisugárzom, összekapcsolódunk, és tudunk egymásról. Na, amikor mondjátok itt, meg hallottuk ide, hogy a megfigyelő, ugye teremti a valóságot,
Az én nézőpontomból valóban én vagyok a megfigyelő, amivel látom az asztalt, tudatosok vagyok a létezéséről, de az Abrosz szemszögéből ki a megfigyelő? Ki? Ki? Az Abrosz. Tehát akkor ő néz engemet? Pontosan. Tehát ő éppen annyira teremti az én létezésemet, ha a megfigyelő teremti a valóságot, mint amennyire én teremtem azzal, hogy megfigyelem. Tehát valóságban a két megfigyelő találkozik, amikor tapasztaljuk, mert csak hasonlóan hasonlóval tud. Oké? Okay? Oké? Okay? Tehát megfigyelő csak megfigyelőt láthat. Tárgy meg tárgyat. Tapasztalás folyamata meg tapasztalás folyamatát láthat. Ez is ott van a folyamat, hogy hogy látjuk egymást. Tehát az Abrosz éppen annyira figyel engem, mint amennyire én figyelem az Abroszt. De az ő megfigyelő értéke nyilván nem ugyanaz, mint amilyen az enyém. Én az emberi tudatosság nézőpontjából látom az Abroszt, meg az ő nézőpontjából lát engemet. Vajon ő mit lát, az holnap esetleg a mi az workshopon majd megbeszélhetjük. Vajon az Abroszt hogy lát engem? Már az én hogy látom az Abroszt, az egy dolog. Nyilván ezen ő jót mosolyog, hogy én olyannak láttam, mert ő magát nagyon sem tudja, hogy ő hogy Abrosz. És ez biztos nem ugyanaz, mint ahogy én látom őt Abrosznak. És akkor már vitatkozhatnánk, kinek van igaza. Még szerencsé, hogy nem tudunk vele vitatkozni, mert akkor, akkor nem mennénk haza. Na szóval a lényeg, hogy a legfontosabb eszközt, ugye a legfontosabb kincst, az elejét, től már megkaptuk, amivel egyáltalán a játék létezéséről, és hogy újra játékban vagyunk, arról egyáltalán tudhatunk. Tehát a legfontosabb eszköz a kezetekben van az elejétől. Az eszköz végig veletek van az élet folyamán is, és a jó hír az, hogy valószínűleg a végén is ott marad. Na most, ez valakinek már tény, van, akinek még csak filozófia, amit most itt mondtam. Van, akinek meg azt mondja, hogy ez úgy baromság, ahogy van. Oké? Okay. De a lényeg az, hogy egyszerűen csak arra hagyatkozzatok, tehát ami kéznél van. És akkor itt van a visszakanyarodás, amivel indultunk is, hogy számomra az én utamon, és hogyha ez segít nektek, tévénézőknek is, tehát hogy mit jelent a józan ész, semmilyen nagy filozófiálásban nem kell elmenni, mert a filozófiákban mindenhol nagyon sokféleképpen próbálják értelmezni, leírni, hogy mit jelent az, hogy lelki jelenlét, józanész, a józanészt használon. Amit nekem a végig, mai napig, és az utamon is, elejétől most is, és a végéig, és a vége után is biztos, hogy így marad, ez a következőt jelenti. Csak annyiból indulj ki mindig, ami van. Oké? Okay? Csak abból, amennyi van. Oké? Okay? Ne tegyél hozzá semmi többet ahhoz, ami van. Mert amit hozzáteszel, az nincs. Oké? Okay? Mit jelent ez? Például beszéljünk arról, hogy mi az asztal és az ő életjáták. Miből lehet indulni? Ami van. Oké? Okay? Ebből. Tehát ez, ne tegyél hozzá többet. Honnan jött ez az Abrosz? Ki csinálta? Miért így szőtte? Tetszik, nem tetszik? Ezek már adalékok. Persze hozzá lehet tenni, attól függ, hogy mit akarunk utána kihozni a játékból. De az elindulásnál, tehát mindig abból induljunk ki, ami van. És ami a rendelkezésünkre áll. És ez legyen tudás, információ, egyebek. Tehát most nyilván ebben gazdagodik utána az élet tapasztalata mindenkinek, hogy neki mi áll rendelkezésre éppen, amikor elindul, ami természetesen ott van. És ami nagyon fontos még ebben, tehát, hogy ami természetesen ott van. Most mondhatjátok, hogy ami hozzájön gondolatom, az is természetesen jött, tehát akkor az is természetesen ott van. Persze. Tehát, hogyha tapasztalok valamit, és ahhoz jönnek természetesen gondolatok, akkor az azt jelenti, hogy természetesen jöttek a gondolatok is, tehát a gondolat is hozzátartozik éppen ahhoz, ami van.
Tehát ilyen értem, most már látjátok, ez nagyon tud tágulni ez, hogy mi az, hogy csak abból indulunk ki, ami van, és hogy ezt jelenti többek között valahol itt keresendő az, hogy a józan ész. Tehát, hogy ami nincs, ha nem szükséges, és általában nem szükséges, nem teszem hozzá. Tehát nem kezdek el hozzá álmodozni, hogyha nincs. És azon belül pedig, ugye, hogyha hozzáteszem, akkor pedig max olyanokat, amiket az ember az eddigi tapasztalatai alapján ugye kikristályosodva úgy élt meg, hogy ezek is a nyilván az ő tapasztalata szemszögéből, tehát valósnak, vagyis igaznak bizonyultak. Okay? És általában ezeket pedig, ugye a védákban ennek van külön tudománya, hogy hogyan tudom ugye kiválogatni azt, ami valós és ezáltal igaz, ugye a nyájának hívják egyébként többek között, de abban is ugye, amik le vannak írva kritériumok, azok mind ugyanaz. Tehát egyrészt közvetlen tapasztalás alap, tehát neked kell megtapasztalni azt, amiről úgy véled, hogy a te létezésedben igaznak bizonyulhat, vagy majd bizonyul. Neked kell megtapasztalni. És a másik pedig, hogyha nem te tapasztaltad meg, de más megtapasztalta, és ezért az ő igazságaként át akarod venni, ott pedig ugye jön az, hogy úgy hívják, hogy autentikus legyen a személy. Na de itt már jönnek a bukák, a bukik, a bukások. Mi az, hogy autentikus? Ki nevezhető autentikusnak? Jó? Most ebben nem menjünk bele szerintem, hogy ki nevezhető autentikusnak. De a védai definiálja ugye a tudásszerzésnek, és aztán van még több 16 kritérium, ugye, de a legfontosabbak ezek. Közvetlen tapasztalás. Ez az első. És utána pedig, ha még te nem tapasztaltad meg, egy autentikus személy, aki attól autentikus egyébként, mert ő megtapasztalta, és te elfogadod, hogy valóban ő biztos megtapasztalta azt, amiről beszél. Oké? Okay? És ezt úgy következteted le, mert a személy vagy bármilyen élettörténetéből összerakod azt logikusan, hogy valószínűleg megtapasztalhatta azt, amiről beszél, és ezért autentikusan elfogadom, amíg én meg nem tapasztalom ugyanazt, hogy valószínűleg amiről beszél, akkor az van, létezik, igaz, és beemelem az én élettörténetembe, az én életjátékomba is, mert valamiért, mint tudás, számomra ez fontos, vagy kell az én játékomba, mondjuk ez fontos szerepet tölt be. De a legfontosabb tehát a közvetlen tapasztalás, és ez pedig tehát magával vonja azt, amiről az elején beszéltem, hogy teljes nyitottságot követel meg. Tehát az ember nem zárkózik el semmi elől, de nem is ugrik bele semmibe fejestől egyből. Okay? Tehát nem zárkózunk el attól, hogy abban az irányban ilyen tapasztalatot szerezhetünk, de nem is kell egyből beleugrani, hogy na akkor tapasztaljuk meg. Ja, van olyan helyzet, amikor bele kell ugrani, ezt nem kérdőjelezem meg. De ugye a józanság azt is megköveteli, hogy egy kicsit előbb így megnézem, és akkor úgy megfelmérem, hogy tényleg abban az irányban, ha megyek, akkor erre a tapasztalatra juthatok. És akkor itt jönnek be ezek az autentikus források, amik lehetnek bármik. Korábbi feljegyzések, tudományos cikkek, bármi. Ez meg ugye most mindannyiótoknak a rendelkezésére áll. És abban pedig az eddigi így összegyűjtött élettapasztalataitokból kicsiszolódott igazságérzetetek, és az ebből származó józan ész az iránytűtök. Tehát én értem, ezzel mindannyian rendelkeztek, csak van, akinek ez maximálisan már kicsiszolódott, tehát ezért maximálisan tud működni, van, akinek pedig még fejlődik. És egyébként nyilván maga ez a józanság, a józan ész, pedig egyébként a tudatosságnak egy természete, tehát a tudatosság a maga természetében, a maga tiszta természetében, az a tiszta egyensúly, tehát ez a tiszta, ártatlan józan ész. A tiszta, ártatlan józan ész. Tehát ilyen értelemben ezt úgy is megszerezhetitek, hogy nem feltétlenül kellenek az élettapasztalatok és az úgy történő megcsiszolás, de ha megszerzitek más módon, mert a tudat természetében benne rejlik az egyensúlya miatt az ártatlan józan természete, akkor is használattal fogjátok ennek az előnyeit utána élvezni. Tehát ezt utána ugyanúgy annak is, aki esetleg már egész hamar megvilágosodik, és ezért az egész élete a józan észben zajlik, de utána saját élettapasztalataiban teszi ezt élővé, és válik az élet ezáltal azzá, amit a többiek pedig úgy szeretnék
meg úgy akarnak megélni, meg úgy látják, hogy na ez egy ideális élet, vagy na én is így szeretnék élni. És ez csak ennyit akar. Tehát, hogy meg tudod maradni az egyensúlyban, a józanságban, és ez egy mindig ártatlan mércéje volt az életének, vagy mérvadója, vagy irányadója. És ebben viszont tehát ott van megint az ártatlanság, ott van a nyitottság, ott van a kíváncsiság, tehát minden olyan dolog, ami végül is még gyerekként, gyerekkorban megint ilyen nagyon alapvető, tiszta kincsekként ott volt mindannyiunkkal, mert ez valójában a létezésnek, amit hát most már megbeszéltük, tudatosság, az alaptermészetei. Tehát ezt nem kell kifejleszteni, ezt nem kell elérni, ezt nem kell valahonnan elhozni, ezt nem kell, hogy majd valaki ideadja nekünk. Tehát ez a létezés, amit hát tudatosság, annak az alaptermészetében vannak ezek a sajátosságok. És ez viszont, tehát a létezésetek bármilyen szakaszában mindig ott van veletek. És ráadásul ezek mind bele vannak a játék szabály miatt, bele vannak itatva a gépezet működésébe is ezek a működési funkciók. Ártatlanság, nyitottság, éberség, tisztaság, egyszerűség, kíváncsiság. Ugye ezért emlékszünk úgy vissza gyerekkorra, hogy akkor még milyenek voltunk. Ezek voltatok csak. És most is ezek vagytok, csak egyszerűen csak vissza kell találni önmagunkban és önmagatok számára ehhez az egyszerűséghez. És abban pedig még egyszer ezeket a nagyon egyszerű életszabályokat, egyszerűen, amit az életünkben van, ezeket követni kell. És ugye, ahogy mondtam, ott kanyarodtam el erre a nagy kitérőre, tehát amit Garjav is felfedezett, de ami ott van a több ezer éves ajurvédában. Tehát, hogy ez a kütyű, hogyha a saját természetét követve engeditek, hogy kibontsa magát, és addig olyan élményekkel, olyan táplálékkal, olyan dolgokkal látjátok el, és hogyha nem olyat vittetek, akkor pedig a saját öntisztulási folyamataiban ezektől meg is tud szabadulni. Tehát még egyszer, tehát a szervezetünkben, a létezésünkben bele vannak építve az önjavító mechanizmusok is. Ezeket nem kell kitalálni. Ezek benne vannak. Csak megvan, hogy az mikor lép működésbe. Az emberi fiziológiánál ezek az alvás ciklusaiban lépnek működésbe. És éppen ezért, tehát ha az is a helyén van, akkor ezek a funkciók is a helyén lesznek. Amennyire csak lehet. És akkor ezek az önjavító mechanizmusok, ezek javítják magukat minden szinten. Tehát a mentálistól, a fizikailag és vissza. Tehát az idegrendszernek meg vannak a saját önjavító mechanizmusai. Ezek, hogy mit dobjon kint, mit tartson meg. És azért tehát, ha így megyünk a fejlődésbe, és ide akartam kiukadni például a táplálkozásnál is, ugye, tehát ez a kütyű, ez egy hihetetlen, mivel maga a tudatosság, a testünk is, a tudatosság pedig érzékelés és felfogó képesség, hogyha nagyon egyszerűen definiáljuk, nem kell nagyon bonyolult dolgokra menni, hogy mi a tudatosság, érzékelés és felfogó képesség. És ez mindenre igaz. Ennek is van érzékelő és felfogó képessége. Limitáltabb, mint az enyém, de a maga szemszögéből nagyon is teljes. Neki is, mindennek. Ezért lehetünk együtt tudatosan felfogható létezésben, mert ami összeköt mindannyiunkat, a létezés, ami pedig tudatosság. Tehát érzékelhetők vagyunk egymás számára, és felfoghatók vagyunk egymás számára. Na a lényeg, tehát ebben, és mivel a testünk is ez, tehát benne van az érzékelés minden spektruma. Tehát a testetek mindent érzékel, ami számára jó, és ami számára nem jó. Oké? És mivel tudatosság, hogyha ki tudod benne nyílni az a teljes tudatosság, ami végülis ezt a kütyüt fenntartja a létezésben, és éltetés, működtetés, ezt élitek meg most a kütyünk keresztül a tudatosságotoknak, és ez a tudatosság tartja életben azért, mert ő a létezés tudatossága, a kütyű létezését is. A kütyű létezik, azért létezik, mert benne van, vagy áthatja, és ő maga az a tudatosság is, ami érzékelheti a létezését. Mert a létezés az a tudatossággal válik létezővé. És ahol tudatosság van, ott létezés van. Itt van létezés, tehát van tudatosság is. És ezt mind a kettőt érzékeljük. És a tudatosság pedig magában rejt az érzékelés és a felfogó képességet. És mire ez a kütyű ide érkezett,
addigra itt például a föld evolúcióban az összes lehetséges érzékelésen, az állatfajokon keresztül mindenen átesett, és most ezt mind öröklötten magunkkal hoztuk és birtokoljuk. És azért működhetnek ezek, amikről hallottatok Jakinál, csak ezek utána egy olyan szinten működnek, hogy nem kellenek ilyen terápiák, hogy ezt megtanuljon, hogy mit tenni a kezedet végigvíve. Még ez se kell, egyszerűen csak ránézel a kajára, azt tudod, hogy jó vagy nem. Honnan fogod tudni? Kinek volt már olyan tapasztalat, hogy ránézett egy kajára, és a gyomra így elkezdett így egyből így. Hogy már egyből puffadni kezdett, és tudta, hogy szellentés jön. Azt még csak ránézett a borsóra, vagy ránézett a babra. Igen? Ugye az ajurvédában van egy ilyen passzus, ugye majd Erika erről részletesen mesél, hogy a táplálkozás már akkor elkezdődik, amikor a táplálékra ránézel. Már akkor megetted. Egy érzékszerved akkor már elfogyasztotta. Ott van a kaja, teljes információjával, belép, feldolgozódik, püf. És azért kezd el a nyáltermelés minden a testben reagálni rá, mert egy érzékszervel te ezt megetted. Egy másikkal még nem etted meg. Tehát ő várakozik, hogy oda beteszem-e. Oké? Okay? Tapintás, és a többi, és a többi. De egyel már megetted. És hogyha ott van a teljes tudatosság, ami ezen az érzékszerven keresztül is működik, akkor már te ezt megetted. Oké? Okay? És egyébként itt egy nagyon érdekes varázslatot elárulok nektek, hogy akik azt mondják, hogy vannak ilyen, hogy fényevők. Azok nem a fényt teszik, tehát olyan azt mondja, hogy kimennek ott a napra, azt lábbis, akik így csinálják, azok biztos nem fényevők. Hanem az, hogy van egy érzékszerved, ami folyamatosan táplálkozik. Oké? Okay? Tehát minden, amit néztek, megesztek. Mindent. Minden tapasztalatot éppen fogyasztotok, emésztetek. És hogyha olyan a tudatosság, akkor néha működhettek úgy, hogy ez is elegendő. Oké? Okay? Voltak olyan kísérletek fejlett tudatosságúaknál, még azt se kellett, hogy ránézzen, csak egyszer a tudatában megjelent ártatlan meg tudta jeleníteni azt, hogy ő most érzékel egy pizzát és megeszte, gyorsan bevitték őket a laborba, vért vettek, és ott volt a vérébe. Mindaz az összetevő, amikor csak akkor jelenhet meg, hogyha ő megevett tényleg egy pizzát. De ő nem evett meg pizzát, csak a tudatában teljesen szinte, most mondhatom azt, vizualizált vagy ebben, de nem így volt, csak a tudatosság teljességében a pizza létezését fel tudta idézni. És a test le is reagálta. Ott volt a vérében, hogy megevett egy pizzát. Poémi. Szóval ez a kütyű erre képes, akkor gondoljátok, hogy még nagyon sok mindenre képes. És ez a poém, hogy a legfontosabb eszközt, amit már megkaptuk az elején, ezeket az ajándékokat, ezeket fecséreljük el. Pont ezeket fecséreljük el. És utána még itt szaladgálunk mindenhova. És pont a legfontosabbra nem nézünk. Ugye volt egy barátom, ez akkora poén volt, mikor mondta, hogy te figyelj már, Dino, egyszer megyünk, azt mindent megteszünk a kocsinkkal, cseréljük az olajat, ezért meg egyebek, azzal meg nem foglalkozunk, hogy mit eszünk. Tehát pont azt a gépezetet, az csak ami éppen jön, gyorsan bekapkodjuk, már rohanunk, teszik a dolgunkat, de a kocsiban milyen olajat tegyünk, mikor tegyük az olajat, egyebek, hú, azzal mindennel foglalkozunk. És mennyire igaz tényleg, hogy ami meg ilyen kézzel fekvő, meg egyebek, azt sokszor teljesen túlnézünk rajta. Pedig hát az a létezésünknek most egyik legfontosabb eleme az eszköze, a test. Oké? Okay. És ezzel most nem azt mondom, hogy a testtudatosságot akarom erőltetni, mert nem kell ezt erőltetni, mert amíg tested van, addig van testtudatod, tehát most ezzel nem kell bajlódni, oké? Okay? És tehát ezek az eszközök ott vannak, és ha most mindannyian nagyon őszintén magatokban néztek, akkor már ott ezekben, ahogy itt jeleztétek is, ugye, már ezekben elkezdtünk eltérni azoktól a természetes, a létezésünkből fakadó szabályoktól, amiről például most az alvás kutatás egyértelműen bebizonyította, ugye a Harvardon ez most zajlódott le, Magyarországon is megjelent belőle a könyv, akit érdekel, olvassa el, ez itt most a reklám helye, ezt már sokszor elmondtam, Jakinál be is mutattuk egy videóba, az a könyv címe, hogy miért alszunk. És ugye ebben most fényderül például erre, hogy a szívérrendszeri betegség,
a cukorbetegség, pszichiátriai, mentális problémák nagy része alapvetően ma az emberiség szemszögéből egy dologra vezethető vissza, és ez volt a kutatás végkonklúziója, azt hiszem 20 évig tartott most ez a kutatás, aminek egyik célja az volt, tehát, hogy föltárni az idegrendszeri folyamatokat az álmodás és az alvás alatt, tehát hogy miért, biológiailag miért van belénk húzolozva ez a folyamat, ami hát az életünk egyik része úgy tűnik, mintha felesleges, mert annál többet élhetnénk, ugye itt most ugye sokan ezért csinálják az éjszakázást, mert hogy akkor még többet tudnánk megélni a dolgokból, ha éjszaka is ugye élni tudnánk, mert még kell annyit, ugye a kétharmadát az életünknek átalusszuk, egy harmadában vagyunk csak az életnek azon a szakaszán, ahol azt mondjuk, hogy élünk, pedig ott is élünk, nagyon is élünk, nagyon sok dolog történik ott, amiről most igazából még nem tudtok, de majd fogtok tudni, hogyha a tudatosság érzékelési képessége visszanyeri azokat a érzékelési szinteket, ami az alvás és az álmodás alatt történik. Szóval a lényeg, az volt a végkonklúzió, hogy ma a nyugati ember összes problémájának, és ugye az ajurvédában ez ott van több ezer éve, betegségeinek is, a fő oka, hogy a nyugati ember, azaz mi, ha most mi is van a soroljuk magunkat, krónikus alvás hiányban szenved. Értitek? Ennyi. Krónikus alvás hiányban szenved mindenki. És akkor még nem meditálunk semmi, még nem mentünk semmilyen spirituális életbe semmi, csak ennyi, hogy krónikus alvás hiányban szenvednek az emberek. Majd nem alszunk eleget. És akkor most ilyen TikTokon meg ilyen elkerép néztem a gyerekek, mikor nézik, terjednek ilyen videók, hogy alvás kúra, meg elmennek most ilyen helyekre, hogy alvás, elvonulás, hogy na aludjunk újra eleget. Hát ez nonsense, ezt nagyanyámnak elmondanám, egy hétig röhögne, már nem él szegény, de biztos egy hétig röhögött volna. Alvás kúra, hogy akkor újra feszes lesz az arcunk, ugye a hölgyek mennek, mert kidőjük csak azért ráncosodunk, mert nem alszunk eleget. És nincs regeneráció, a kollagén nem épül vissza. Tehát ezt mind vissza tudja építeni a rendszer minden, de ez akkor zajlik, amikor alusztok. Mikor napközben éltek, akkor használjátok, alvásban meg építkeztek. Használjuk, építkezünk, használunk, építkezünk. Ha nem alszunk, akkor használunk, nem építkezünk. Használunk, nem építkezünk, egyfolytában használunk. Vagyis elhasználjuk, a magyar erre mit mondott, hogyan égeti a gyertyát? Két végén. Az gyorsan kiírja magát a játékból. Igaz? Ennyi is volt. Oké, ennyi a történet. Jó, tehát az egyik legfontosabb szabály már szinte elejétől kezdve a kezetekben volt, az eszköz a kezetekben van, és igazából még ezek a folyamatok is, ha így élnénk, természetesen jönnének. Nem kéne semmilyen tanfolyamra menjetek, nem kéne megtanuljatok meditálni. Amikor elér oda a fiziológia, elér oda az agy fiziológiája, és ezáltal, hogy mekkora tudatosság tud átragyogni, egyszerűen ott, akkor, abban a korban, erről majd holnap beszélek, egyszerűen spontán felébredtek. Nem kell hozzá csinálni semmit, hopp, felébredtek, és rájöztök, hogy ja, hát ez mindig is így volt, ja, hát ez mindig is így volt. És nem kell senki, hogy elmondja, hogy ja, most megvilágosodtál, a kutyát nem fogja érdekelni. És titeket meg végképp, mert csak így, hogy mentek, és most már ez a valóság. És csak ment természetébe a dolog, mert ez benne van a természetbe, oké? Okay. És miért van benne a tudat természete, hogy már most megvan világosodva, és már most az, ami, vagyis tudatosság? Mert mi a tudatosság alaptermészete? Mi a természete a tudatosságnak? Mi lehet a tudatosság természete? Na, halljuk. Van. Oké, okay. De azt már akkor tudja, hogyha működik a természete. Mi az a tudatosság? Tehát érzékeli önmagát, és ezért tud önmagáról, tehát van, és van tudatosság, igaz? De ez csak akkor van, ha van tudatosság. Tehát mi a tudatosság természete? A tudatosság. Tehát a tudatosság az mindig milyen? Tudatosság. Akkor miért akartok ti tudatosságra ébredni? Miért akartok ti tudatosabbá válni? Hát a tudatosság már nem tudatos? Igaz? Mondd hangosan, lehet, hogy jót mondtál. Összekavarsz. Ja, összekavarnak.
És ugye amikor megvilágosodásról olvashattok, vagy tanításukból egyebek, mit mondanak, csak azt ismered fel, ami már ott volt. Ennyi történik. Semmi extra, semmi plusz. Ennyi. Felismered, ami ott volt. Hogy tudatosság vagy, és hogy mi a tudatosság természet, hogy tudatosság. És ott leszel ebben az öntudatosságban, hogy a tudatosság önmagát tapasztalja. Tehát a tudatosságnak van egy olyan állapota, amikor önmagán kívül semmi nem kell, hogy tudjon önmagáról. Nem kell, hogy érezzen, nem kell, hogy gondolkodjon, nem kell semmilyen világélmény. Semmi nem kell, csak önmaga és a saját természete, hogy tudatosság. És ha csak tudatosság van, akkor a tudatosság már ez volt, ez most is, ez is lesz. És mi vagyunk? A tudatosság. Miért? Mert érezzük a létezésünket. Mivel érezzük a létezésünket? A tudatossággal. Tehát mi az alaptermészetünk? A tudatosság. Tehát a tudatosságnak mi az alaptermészet? A tudatosság. Tehát mi vagyok? Tudatosság. Akkor mit keresek? Hát önmagamat. Mit keresek? Önmagamat. Hát mi vagyok önmagam? A tudatosság. És ennek a paradoxonnak a felismerése megszünteti a paradoxon. És akkor többet nem jössz tökvélyen tévétáborba. Hát ennyi fog történni. Vagy ha jöztök, másért fogtok jönni. Nem azért, hogy ilyenekről beszélgessünk. Oké. És ugye például a Védában van erre is, hogy amikor ennek a jelenségét leírják, hogy úgy beszélnek róla, hogy az ember csak visszaemlékszik önmagára. Hogy visszanyertem az emlékezetemet. Tehát a megvilágosodás, visszaemlékszel önmagadra, visszaemlékszel a valóságra. És az mindig is ott volt, tehát akkor mire kéne emlékezni? Hát most is a valóság van. És hát ezek az érdekes szóbeli paradoxonok azok, amelyek egyrészt kibillentenek benneteket abból, hogy ezáltal beleesetek ebbe a tapasztalásba. Ami már most van. Ez a nagy poén. Úgyhogy ez a utolsó mondatom itt, akkor lefekvés előtt, hogy most már nem tartjuk a rutint, de most úgy vagyunk együtt, hogy most egy kicsit átszegtük a szabát, hogy minden kincset megkaptunk az elején, minden kincs ott van velünk, ezek a kincsek csak az életjáték folyamatában csak még kitisztulnak, még csiszolódnak, és még jobban kifejezhetik a gazdagságukat, és ez már természetesen a létezésünkben benne van, tehát egyszerűen természetes élettel, létezéssel egyszerűen az élet önmagát bontja ki. És ez az önkibomlás, ez az életetek. Tehát ehhez nem kell csinálni semmit, csak élni. És természetesnek lenni. És természetesnek hogy kell lenni? Úgy, hogy csak van az ember. És hogy van az ember? Tudatánál van az ember. És tudatosnak lenni. És hogyha az ember még nem érezné, hogy ő vajon tényleg tudatosság, úgy akkor erről beszélünk, hogy akkor vannak a tudatosság saját természetében olyan úgynevezett technikák, ami nem más, mint a tudat saját természete, amivel a tudatosság saját természete közvetlen tapasztalatként újra előhozható a saját tudatosságotokba. És erről már akkor beszélünk holnap délelőtt, ugye, hogy ezt hívták régen meditációnak. De tehát ez nem egy olyan technika, vagy egy olyan dolog, amit azért most úgymond meg kell tanulni, például, hogy most ugye azt, hogy mi tanítjuk, meg ennek van hagyománya is, ugye, hogy ezt embereknek időközönként úgymond meg kell tanítani, mert még egyszer mondom, hogy ha természetesen az élet adta természetes kincseinket, dolgainkat az élet természetében haladva élnénk, akkor ezek önmaguktól jönnének, és nem kellene megtanulni. Értitek? Azzal tanulnánk meg, hogy élünk. És a tapasztalattal együtt jönne maga ez is, de az embernél legalábbis. Oké, most viszont ugye az ember így elkanyarodhat, mint már ez is, hogy látjátok, hogy nem fekszünk le időbe, nem eszünk olyat, amit a testünk mondana, pedig ő mondja, hogy arra ne menjél, arra menjél, de mégis arra is megyünk. És akkor, mivel ezek beviszik azokat a kis zavarokat, kavarodásokat, ez nyilván a tudatosságban is meg fog jelenni, és akkor már ezek a folyamatok nem lesznek ennyire természetesek, sőt, annyira nem lesznek természetesek, hogy utána szó szerint az életünkből eltűnnek, és az életünkbe úgymond vissza kell hozni. Tehát megjelenik az életébe az embernek egy belső erő, amikor rádöbben, hogy valami hiányzik az életemből, mi hiányzik, hát maga az életem, mi hiányzik az életemből, maga az életem.
És ugye pont, tehát a tudatosságnak valami minőség, ami így érzem, hogy van, de hova lett, hogy emlékszem rá, hogy még valamikor volt, meg gyerekkor, de most hova lett. És akkor ugye a természet kidolgozta ezt a visszavezető mechanizmusokat is, és mivel a létezés az, ugye a tudatosság, ha megnyilvánul, létezőkön keresztül nyilvánul meg, és ez amikor az emberiség nagyon elfelejti a saját természetét, akkor megnyilvánulnak a visszavezető mechanizmusok is létezőként. És akkor ezek lesznek a tanítók. Értitek? Tehát megnyilvánul a természet a saját természetében, hogy a saját kibillenését akkor visszavezesse azokban a létezőkben a saját természetére, amire egyébként nem lenne szükség, de most szükség van, és akkor azok lesznek a természetnek azok a létezés folyamatai, ami a visszatérítő mechanizmus. És ez ugye az emberi létezésben is megnyilvánulhat bármilyen más létezésben is. Ha a kutyák térnek el a saját létezésüktől, akkor ott a tanítók kutyákként fognak megnyilvánulni. Ez logikus, jó? Tehát nyilván nem egy ember megy oda és vezeti vissza a kutyákat a saját természetükhöz. És ugye ez is van a védákban például olyan sztorik, hogy minden fajnak megvannak a saját ugyanilyen visszatérítő mechanizmusai és a saját megvilágosodottjai. Kutyáknak is vannak megvilágosodott tanítói. Azok a bölcs kutyák. Amik általában utána ilyen nagy szeretettel elkezdenek akár együtt élni az emberrel is. Nem az ember úgymond betöri a saját hasznára, hanem úgy az ember társaságába is odaverődhet, mert nekik meg az a következő evolúciós lépcső az állatoknak fölfelé, ugye a csúcsra, hogy előbb-utóbb emberek lesznek. És akkor ezek lesznek a házi állatok. De nem azért házi állatok, mert háziasítani kell őket, hanem úgy vonzódnak hozzánk emberekhez. Ja, és segítenek nyilván, mert ugye ők például olyan ajándékokat hordoznak, ami megint az ember létezésében is ugye fontos ajándékok, mert szolgálnak táplálékul, egyebekül, most nem azért, mert megölöm és megeszem, hanem olyan dolgokat tudnak adni, például a tehén tejet, a méhecske mézet, egyebek, a fa gyümölcsöt, és a többi, ezek meg azok a gyümölcsök, amiket az ő fejlődésük csúcsa ki tud termelni, és ami megint megbeszéltük a létezésben, ugye a létezés fenntartását fogja szolgálni, és hát ugye a létezés fenntartása az ugye többek között a táplálék, levegő és a többi. Megbeszéltük, hogy az életnevező játékban ezek ott vannak a szabályrendszerben, hogy ezekre szükség van, és ezt is szolgáltatja az élet. Ezeket a létezőket, akik ezeket a gyümölcsöket, ezeket az ajándékokat tudják adni maguknak is, és nekünk. És hát ez az élet. És ez a természetes élet. Úgyhogy ezt a kincset őrizzétek, csiszolgassátok, és hát csiszolja magát, és akkor csak figyeljetek ennyire oda. És ha hiszitek, ha ti magatok mondtátok az elő, tehát az élet roppant egyszerű törvényekkel működik, az embernél meg aztán végképp, és már ott van az elején. Már az elején nem mint egy kézikönyv, nagyon fontos, ugye most, amikor veszünk egy gépet, akkor kapunk egy ilyen user manual, tudjátok, egy ilyen könyv. Tehát az életünkkel, a létezésünkkel kapjuk ezeket a úgymond a létezésünket vezérlő szabályszerűségeket. Tehát a létezésünkben fejeződik, ez még egyszer nagyon fontos. És ez így van végig, így is van végig, minden más szabályrendszert is. Ugye megélünk, feltárulkozik számunkra, tehát a részletgazdagság utána ezekben a szabályrendszerekben csak tovább bomlik. Oké, de ez már ott volt abban a kiinduló létezésben szunnyadó szabályrendszerben, ami az életünkön keresztül nyilvánul meg, hogy mit csináljunk az életben, mit kövessünk, hogy éljünk, hogy az élet a saját természetében tudjon áramolni. És ebben tehát pihenés, aktivitás. És most jön a pihenés. És holnap meg majd mesélek, hogy van a pihenésnek az embernél egy még fejlettebb formája, ezért nevezték el meditációnak, mert ott nem csak szimplán szunyókál az ember, ami a testnek a pihenése, hanem ott még valami más is van. Tehát, hogy a tudat is tud pihenni, tehát a tudat is tud
a saját természetét követni, saját pihenő állapotba jutni, de a tudat minden létezés forrása és alapja, minden dimenzióban ugye ott van, a testen is túl van, tehát logikus, hogy az ő pihenő állapot, holnap majd erről mesélek, az valami sokkal mélyebb és meghaladja azt a pihenő állapotot, amibe, ha csak szimplán a test törvényszerűségeit engedjük történni, nagyon fontos, hogy engedjük, az a test egészségéhez kell, akkor ugye alszunk, de hogyha a tudat egészségét és a tudat természetes egészséges maximális kibomlását akarjuk támogatni a létezésünkben, ami pedig a tudatosság, akkor pedig ugye a tudat természetét is, mint kincset használnunk kell, és meg kell tapasztaljuk azt is, hogy mi a tudatnak ugyanígy a saját pihenő állapota, mert ő is, mint rendszer, ugyanígy működik. Sőt, ő vetítette ki ezt a rendszert, hogy pihen, aktív, pihen, aktív, pihen, aktív. És mivel minden a tudat kifejeződése, tehát minden létező ezt követi. Pihen, aktív, pihen, aktív, pihen, aktív. És akkor megbeszéljük, hogy mi a tudat pihenő állapota, ami tényleg túl van a alvás pihenő állapotán, de most előbb akkor menjünk egyet, pihenjünk. Oké. Okay.